Köszöntöm a Pannon Televízió nézőit, itt vagyunk Tusnád fürdőn, és az elkövetkező percekben Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével aktualitásokról, politikai aktualitásokról fogunk beszélni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Túl vagyunk a nemzetpolitikai kerekasztalon. Mi volt ennek a beszélgetésnek a tanulsága? Hát a címe alapján beleillett abba az összképbe, amiről az idei tusványosi összejövetel szól, az pedig a béke iránti várakozás vagy reménykedés a mindannyiunk részéről. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy akár a szlovéniai, akár a horvátországi magyaroknak, ugyanúgy, mint nekünk, életszerű tapasztalataink vannak. Mi a háborúról nem, mint egy elvont társadalmi jelenségről beszélünk, hanem egy olyan részéről az életnek, amilyet ilyen vagy olyan vagy amolyan formában átéltünk. Ezért mi átérezzük ennek a helyzetnek a tragikusságát, tragikumát, és csatlakozunk mindazokhoz, akik erőfeszítést tesznek annak érdekében, hogy ez a háborús helyzet megszűnjön, és induljanak el a béketárgyalások. Ilyen szempontból itt is elmondtam, nagyon fontos az, hogy a szerb államvezetés, és ebben mi is támogattuk őket, egy olyan döntést hozott, hogy távol tartja magát ettől a háborús konfliktustól. Szerbia az egyetlen egy olyan ország, amelyik Európában, amelyik nem vezetett be szankciót Oroszország irányában. És azt gondolom, hogy ez nem csak a háború iránti viszonyt jellemzi, vagy ennek a viszonynak a szempontjából fontos, hanem azért is, mert egy ilyen döntés az, ami leginkább megőrzi a szabad döntéshozatalunknak a lehetőségét és a jogát. Nagy nyomások nehezedtek az országra, valószínű, hogy ez még most is így van, talán nem olyan mértékben, mint fél évvel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt, de szerintem fontos az, hogy ebben a meggyőződésben, ebben a döntésben a szervezetés, illetve Szerbia politikai döntéshozói kitartottak, mert a szuverenitás egy olyan érték, amelyről, hogyha az ember egyszer lemond, akkor utána valami kevés más marad, ami értékként fölmutatható, illetve ami a szabad döntéshozatat eredményezni tudja. Emellett itt a tusványosi nemzetpolitikai kerekasztalon mindenki beszámolt az elmúlt évek font, vagy az elmúlt év fontos eseményeiről, illetve egyfajta képet festett arról, hogy mi várható, így jártam el én is, röviden beszélve a mögöttünk levő időről, és többet beszélve talán az előttünk levőről. Köszönetet mondta a magyar kormányzatnak az elmúlt években nyújtott anyagi támogatásért, és azt is elmondtam, hogy az anyagi támogatás mellett legalább annyira fontos a közösségnek az önszerveződési készsége. És ahhoz, hogy ezek a támogatások valóban meg tudjanak valósulni, valóban tárgyasodjanak, ahhoz ez az önszerveződési képesség nagyon-nagyon fontos. Ezért vigyázni kell rá, és ellent kell állni minden olyan támadásnak, bárhonnan is jön, és bármilyen motivációból jön, amelyik ezt az önszerveződési képességet, készséget veszélyezteti. Mert hogyha ez egyszer elvesz, ezt nem lehet újraindítani, nem lehet újra plantálni, nem lehet újra erőt adni neki. Beszéltem az előttünk álló hónapok egyik legfontosabb feladatáról, az pedig nem más, mint a Magyar Nemzeti Tanács által megfogalmazott középtávú, hosszabb távú fejlesztési stratégiáknak a kérdése, az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás terén. Ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése a végső fázisban van, valamikor az ősztől el kell, hogy induljon egy olyan társadalmi közvita, közösségi közvita, amelyik végleges formát ad ezeknek a dokumentumoknak, amik azért fontosak, mert onnantól kezdve mindannyiunk számára egyfajta
egyfajta útvezetőt, egyfajta szamárvezetőt, politikai szamárvezetőt kell, hogy jelentsenek, bármelyik pozícióban is vállal az ember közösségi érdekérvényesítő feladatot. Több szakemberrel, politikussal készítettünk itt interjút Tusványos alatt, és legtöbben hangsúlyozták, hogy a vajdasági magyar közösség kiemelt szerepű a határon túli magyar közösségek esetében, kiemelt autonómiával, kiemelt helyzetben van. Mi az ön véleménye? Hát ez így van. Az utóbbi időben talán erről kevesebben beszélnek, és kevesebbet beszélnek, mint mondjuk 5 évvel, 6 évvel, vagy 7 évvel ezelőtt. Ez nem azért van, mert hogy a Magyar Nemzeti Tanács, mint ennek a kisebbségi autonómiának a közjogi beágyazottsággal bíró testülete kisebb tevékenységet, vagy kisebb teljesítményt tud fölmutatni, hanem azért, mert az idő múlásával minden egyes eredmény megszokottá válik. Ezért fontos nekünk erről a dologról beszélni, illetve ezért fontos folyamatosan rámutatni arra, hogy mi a Nemzeti Tanácsnak a feladata, illetve hogy megvédjük a Nemzeti Tanácsot attól, hogy kívülről bármilyen motivációval valaki belenyúljon ezeknek a döntéseknek a meghozatalába, mert ha ezt kivívtuk magunknak, akkor nem csak azoktól kell ezeket a vívmányokat megvédeni, akikkel szembe vagy akikkel együttműködve ezt a rendszert fölépítettük, hanem mindenki mástól. Néhány szó a migrációról. Szabadkán a makettesi lakosokat meglátogatta minap a szerbiai illetékes miniszter. Itt politikai gondolatok is megfogalmazódtak, alapvetően szó volt a migrációs helyzetről. Mi a véleménye erről? Mindenkelőtt azt szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy a miniszter elment találkozni a lakosokkal. Az utóbbi jó fél évben, hármnyed évben, mióta Gašić úr a belügyminiszter, azóta egy jelentős változás állt be abban, ahogy a belügyminisztérium kezeli a migrációs helyzetet, a migrációs állapotokat. Viszont ez a találkozás arra is lehetőséget adott, ahogy ön is mondja, hogy valószínűleg a beszélgetés kötetlensége miatt olyan mondatok is elhangzanak, nem elsősorban a miniszter részéről, hanem sajnálatos módon Szabadka polgármestere részéről, amik nagyon-nagyon szerencsétlenek. Van az embernek egy olyan érzése, mintha a makettesi erdő környékén lakók lennének felelősek azért a helyzetért, ami ott kialakult. Közben pedig tudjuk, hogy ez egy 8 éve, legalább 8 éve tartó folyamat, amelyiknek azok a lakosok is, és mi úgy egyáltalán elszenvedői voltunk, és az utóbbi jó fél évet, hármnyed évet leszámítva a Vajdasági Magyar Szövetségen kívül nem volt olyan politikai erő, és a Vajdasági Magyar Szövetség politikusain kívül nem nagyon voltak politikusok, akik erről egyáltalán mondatot fogalmaztak meg. Azok a szerencsétlen mondatok, amelyek elhangzottak ezen a beszélgetésen, amit én megint szeretnék elmondani, fontosnak tartok. Azok azért is szerencsétlenek, mert a felelősséget megpróbálják áthárítani, mert a lakosokat próbálják elsősorban felelőssé tenni azért, ami ott történik, illetve hát azt, ami ott történik, megpróbálják relativizálni, és akár lakodalmi lövöldözéshez hasonlítani. Minimum ez gusztustalan. Azt gondolom, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy ez ne egy politikai kérdés legyen, ne egy pártpolitikai kérdés legyen, viszont egy országos politikai kérdés legyen, mert ez a szuverenitásról szól. A szuverenitás megőrzése nem csak abból áll, hogy az ország nem vezet be szankciókat Oroszország irányába, hanem abból is áll, hogy a területének minden négyzetmilliméterén biztosítja mindenki biztonságát, és megtesz mindent annak érdekében, hatékonyan és eredményesen, hogy senki lőfegyvert ne tudjon használni. Azt gondolom, hogy ebben a Vajdasági Magyar Szövetség eddig is partner volt, ezután is partner fog lenni, de ugyanakkor szeretném elmondani, hogy
nem volna jó, hogyha ilyen jellegű mondatok részévé válnának, megkerülhetetlen részévé válnának, akár a szabadkai, vagy akár milyen más közbeszédnek. Az világos, hogy mindig voltak, és mindig vannak, és mindig lesznek olyanok, akik nyerészkedő szándékkal élik meg ezeket a helyzeteket. Én azt szeretném kérni, hogy ezekkel szembe a törvény szigorával járjanak el azok, akiknek ez a feladatuk. Legyen szó épületek bérbeadásáról, legyen szó taxisokról, legyen szó akármi másról, ami törvénybe ütközik, illetve olyan jelenségről, amik ezt a folyamatot erősítik. Ezzel kapcsolatban mi nekünk nincsen semmiféle fönntartásunk. A törvény mindenkire érvényes kell, hogy legyen. Nem tudom elképzelni, hogy a taxisokat ne lehetne megzabolázni, hogyha valaki ezt akarja. Nem tudom elképzelni, hogy az illegálisan bérbeadott épületeket, illetve azoknak a tulajdonosait nem lehetne rendszabályozni, hogyha ezt valaki akarja. Mi ebben partnerok és támogatók voltunk eddig is, ezután is azok leszünk. Pásztor Istvánnak köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm a kérdéseket. A Pannon Televízió híradóját Bálint Csaba tudósította Tusnádfürdőről.